Négy forduló van még hátra a megyei első osztályú bajnokságból, és egyelőre nem lehet tudni, hogy mely csapatok osztoznak a dobogós helyezéseken. A 26. fordulóban a Mándok gólzáporos meccsen 9-1-re verte a Gyulaházát, a Nagyhalász 4-1-re múlta felül a Fehérgyarmatot, a Balkány pedig 4-2-re győzött Tiszavasváriban. 4-1-es vendégsiker született a Csenger Máté szalka találkozón, és a Nyírgyulaj Vásáros Namény meccs végén is a vendégek örülhettek 2-0-ás győzelmüknek. A Kisvárda 2-3-1-re nyert a Baktolórendház ellen, az egyetlen döntetlen pedig az 1-1-re végződő Tiszakanyár Ibrány összecsapáson született. A listavezető Nagyecset 2-0-ás tarpei győzelmével erősítette meg vezetőhelyét a tabellán. Az első fél évben jól jöttünk ki, elénbe kerültünk, a második fél évben a hazaiaknak is megvoltak a lehetőségeink. Egy kapusbravúra, úgy mondom, 0-1-nél makó meccsben tartott minket, amit sikerült utána egy góllal kontrollálnunk. Így én úgy gondolom, egy nagyon értékes győzelmet arattunk. A tabella élén a Nagyecsed áll 53 ponttal megelőzi az 50 pontos Mándokot és az egyaránt 49 pontos Ibrányt, valamint Nyírgyulajt. Az alsó régióban a bennmaradásban még reménykedő Csengernek és Gyulaházának 22 pontja van, a Tiszavasvári 12 ponttal zárja a sort. A Nagyecsed szombaton a Tiszavasvárit fogadja. Bárki ellen játszunk hazai pályán, meg főleg a 3 ponta elfogadható, de óva intek mindenkit, tavaly 1-0-ra győztünk ott egy nagyon kinkeserves mérkőzésen. Vendégeknek veszteni valójuk nincs, nekünk annál inkább. Én úgy gondolom, hogy a sérültek felépülnek, eltítottak, tehát nem azt mondom, nem lehet gond, de mindent meg kell tenni a győzelem érdekében. A 27. forduló további párosítása a következő: Máté Szalka Nyírgyulaj, Fehérgyarmat Tarpa, Baktolórendháza Nagyhalász, Tiszakanyár Kisvárda 2, Ibrány Vásárosnamény, Gyulaháza Csenger és Balkány Mándok.